Bonyhádról és környékéről 1946 nyarán telepítették ki az itt élő németeket. Sokukat először a lengyeli Aponyi kastélyba szállítottak, amelyből egyfajta gyűjtő a németség megítélése szerint koncentrációs tábort alakítottak ki. Aki ide került, nem tudta, mi lesz a sorsa. Deportálás lesz az osztályrésze, vagy sosem kerül ki a falak közül. Akik hazatértek innen, nem beszéltek sokáig mindarról, amit itt átéltek. Csak évek alatt foszlányokból állt össze a történet. Becker Tamás nagymamája túlélője volt a borzalmaknak. Az ő elbeszélése alapján írtam én ezt a regényt. 1945-ben az volt a terv, hogy a svábokat innen el kell űzni, elviszik őket. És akkor a lengyeli Aponyi kastélyban kialakítottak egy, először úgy volt, hogy internáló tábor, és akkor Bodor György levele alapján tudtuk meg, hogy egy koncentrációs tábort alakított ki az ott élő, tehát az ott összegyűjtött sváboknak. Ő 4 községből egy pár nap alatt több száz embert, akár 1000 embert is oda összegyűjtött a lengyeli kastélyba, hogy hát majd sorsukra hagyják. Ugye a könyvbe is leírom, hogy senki nem tudta, hogy mit csinálnak velük. Sokan azt mondták, hogy el leszünk égetve, mint a zsidókat is elégették, hogy svábokat el. Tehát ez volt a fő cél. Becker Tamás regényt írt a történelmi események és nagyanyja emlékezetének felhasználásával. Vannak olyan svábok, meg kell mondani őszintén, hogy akiknek a családtagjaik vagy nem voltak érintve, vagy sikerült elbújni, és erről az egészről nem sokat tudnak, mert akik hazajöttek onnan, mondták, hogy csönd van, meg minden, nem beszélünk róla. De az én mamám nem ilyen volt, ő elmesélte nekem egész életemben, hogy ez hogy volt. Ilyen kis szakaszok mindig jöttek, hogy ez volt lengyelen, az volt lengyelen, és így összeállt az egész. Remélem, hogy aki elolvassa, annak ellenére, hogy egy személyes történet, de egy történelmi keretet adtam neki. Tehát mindig egy olyan ember volt én előttem, hogy olyannak íróm, aki még semmit nem hallott erről. Majdnem, hogy a nyomdába volt, akkor jöttek még történetek, kismányoki történetek, amik még oda passzoltak, és akkor még azokat beleírtam. Igen, más embereknél is jártam, utána érdeklődtem, sőt, a könyv végén versek is vannak, nem csak saját verseim, hanem kismányoki emberek versei is, és megkérdeztem a hozzátartozókat, leszármazottakat, mert ők már nem élnek, szegények, hogy szabad-e berakni a könyvbe, és akkor mondták, hogy igen. A könyv a kismányoki német önkormányzat gondozásában került napvilágra. Simon Lászlóné elnök véleménye szerint a helyieknek nagyon fontos volt, hogy a történetek és az események továbbadódjanak. De ez nem csak a kismányokiakat érintette, hanem a környező falvak svábságát. Na most mi abban az úgymond előnyben részesültünk ebből a szempontból, hogy édesanyám és a legtöbb rokonunk ott volt lengyelen. Tehát a Becker Tamásnak volt egy kézirata a fiókban, ami ezt a témát dolgozza föl, ami tulajdonképpen a magyar történelemben egy fekete folt. Mert se történelemkönyvben, se irodalmi műben erről hallani nem lehet. És a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT tavaly ősszel kiírt egy pályázatot, aminek a feltétele volt a saját anyanyelven írt irodalmi mű megjelentetése. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt a német önkormányzatnak fel kell vállalnia, hogy az utánunk jövő generáció is tudomást szerezzen erről, hiszen már a mi generációnk is csak elbeszélés alapján ismeri a történetet, és nem szeretnénk, hogyha ez feledésbe merülne. Az alkotó a könyvet nagyanyja is mindazok emlékezetének szentelte, akik megélték a lengyeli tábor borzalmait. Sokan nem tudták továbbadni az ott történteket, vagy mélyen elejtették magukban a fájdalmukat.